Hittel és akarattal Felkovics Józsefnek nyílt kiállítása a Hevesi Iskolában. Örökzöldek. A Funk Fesztiválon a Pesti Broadway stúdió is bemutatkozott. Fák, virágok, állatok, beköltözött a tavasz az Ünsze András galériába. Köszöntöm Önöket, ez a Karcsa Kanizsa TV kulturális magazinja. Hittel és akarattal, ezzel a címmel nyílt meg a letenyei születésű Ferkovics József kiállítása. A festőművész több helyen, így egy ideig Nagykanizsán is lakott, jelenleg Szombathelyen él és dolgozik. A sok stílusban alkotó Ferkovics József munkáit a világ számos pontján bemutatták már, képeit március 24-ig a Hevesi Iskolában lehet megnézni. Hosszú idő után ismét Nagykanizsán jár, és Nagykanizsán nyílt kiállítása. Milyen érzés ide visszatérni? Szívesen állítok ki, tehát Kanizsán meg pláne, mivel azért itt kötődésem is van, többszörösen is, mivel egyszer zala is vagyok, másodszor a fiatalsági ifjúságom egy része itt töltöttem Kanizsán, meg hát a felnőtt koromnak is egy jó nagy részét, tehát itt Nagykanizsán éltem, úgyhogy tehát többszörösen kötődve a városhoz természetesen szívesen állítok ki, és örülök is, ha ilyen lehetőség van. Ja, mondhatjuk, hogy a világnak a számos pontján állíthat már ki most itt, a Hevesi Iskolában. Valószínű, hogy az ember mindig próbál egy picit igazodni a helyszínhez. Most ide az iskolából elsősorban gyerekek találkoznak majd az alkotásaival. Milyen műveket hozott el magával? A rendezők kérték, hogy igazából mindent mutassunk meg, tehát azért nem is egy egységes tematikus kiállítás van, hanem egy ilyen vegyes, tehát itt látható tájképektől elkezdve tematikus anyagból, akkor különböző elvonatkozott művészeti irányzatokból is, úgyhogy tehát így egy ilyen, inkább szerintem most a munkásságomat felölelő, tehát ilyen, mivel több témakörben is dolgozom, hogy a mindegyikből egy kis szeletkét láthassanak a gyerekek, az ifjúság. Az elmúlt pár évnek az alkotói munkássága hogyan tett, mivel foglalkozott, és mennyiben változott mondjuk a régi kanizsai munkásságához képest? Lényegesen sokat, tehát azért a Pesten többször éltem, és ahogy vissza is költöztem, azért egyet meg kell tanulni, sajnos még mindig Budapest az Budapest. Ha valaki hosszabb időt eltávozik onnan, azért elég gyorsan a köztudatból is elfeledődik. Muszáj néha megjelenni, ott is kiállítani, szerepelni. A másik pedig az, hogy a ott lévő, tehát művészeti közösség, tehát mivel azért én oda tartoztam nagyon sokszor, a kötődés is erősebb, így azért sok minden, tehát a közös munka meg egyéb azért az sok fejlődést hozott. A igazi ugrása szerintem mondjuk a munkáimon is látszik, hogy ahogy Szombathelyre leköltöztem, mivel azért volt egy fix munkám, tehát egy olyan, ami mellett megengedhettem, hogy olyan alkotásaim is legyenek, amik nem fontos, hogy esetleg üzlet, tehát ilyen biznisz, képzőművészet, hanem konkrétan csak az én kertelésemnek megfelelően, vagy amit elgondolok, azok alapján dolgozzak. Így szerintem a munkásságomban is látni, hogy sokkal színvonalasabbak és tehát több színűek is a munkáim ilyen szempontból. Thank you.
Milyen témák, stílusok, technikák foglalkoztatják mostanában? Ez mindig a feladattól múlik. Tehát van, amikor egy sorozatot kérnek tőlem, most azért hál' Istennek ez is sokat számít, hogy tehát állami megrendelés is több volt, tehát több sorozat, amiket nem régen az Idolok volt, amit tavaly mutattak be Budapesten, akkor azelőtt a Holokausz sorozat, most ez évben pedig a roma munka, ilyen mesterségeknek a ábrázolását kérték tőlem, hogy különböző ilyen régi hagyományos, de én szeretném azért, ami ma is van a romáknak, amik így általában dolgoznak, hogy azokat is azért megjelenítsem. Na most ez egy sorozatok, nyilvánvaló, hogy itt is a stílustól is sokat számít, hogy milyen legyen, a hangulat is, tehát nagyon sokat számít, hogy milyen színeket használ az ember, tehát hogy mit akarok azzal kifejezni, hogy akár lázadást, vagy esetleg egy ilyen hangulatot, vagy csak épp egy ilyen harmóniát, vagy bármi. Ezek mind a színek, a technika, ez minden ennek a feltétele. Tehát, hogy épp úgy a tájképeknél is van, ami színesen szeretek, de imádom a tust is, az egyik erősségem pont az. Én abban is szeretek úgy dolgozni, hogy meg ahogy mondják is, hogy általában majdnem úgy hozom vissza, mint azok is színesek lennének, hogy az is egy nagyon fontos szempont, hogy abban a két színben is, vagy azoknak a tónusaiban is az ember vissza tudja azt a látságot, finomságot hozni. Kiállításnak hittel, akarattal lett a címe. Ezt a kis szlogent mennyire érzi magának? Hát én tudom, hogy az István ez a volt most nemrégen egy ilyen több díjat nyert riportfilm, ami készült róla, és abban a végén van egy, hogy mindenkiből lehet, hogy valaki, ha akarja. Hogy igen, tehát hogy az én életem sem volt, ahogy szokták mondani, egy habostorta, tehát nagyon meg kellett küzdenem mindenért, amit én elértem. De pont ez miatt, mert hittem benne, és hogy akartam, amit, és tényleg, ahogy a Váci is mondja, hogy nem csak álmodni kell, hanem tehát ez mindent, tehát a fokozatai vannak annak, hogy valami teljesüljön, megvalósuljon, és hogy az álmot is az ember meg tudja valósítani. Ha kell, idő is, türelemmel is, de ha tényleg komolyan gondolja az illető, akkor az beteljesül és megvalósul. A musical irodalom legnépszerűbb darabjai és a 70-es évek magyar könnyű zenéjének slágerei egyaránt felcsendültek az idei Fák Fesztiválon, ráadásul egyetlen csoport jó voltából. A Pesti Broadway stúdió volt növendékei percek alatt elérték, hogy velük együtt énekeljen a közönség. Az idei országos Farsangi Fák Fesztivál vendégfellépői között volt a 68 éve alapított Vasutas Zene és Képzőművészeti Iskola Pesti Broadway stúdiója is, amelyet az intézmény a Budapesti Operett Színházzal közösen működtet. A stúdiót 4 tehetséges fiatal képviselte. Mindannyian az Operett Színháznak a stúdiójába jártunk, Barkóczi Sándorral osztálytársak voltunk, és Sanyi például ott van az Operett Színháznál, ahogy elvégezte a stúdiót, őt felvették és folyamatosan foglalkoztatják.
a Kádár Szabolcs János is például a Rómeó és Júliában is játszott, de nagyon sok darabban, Horváth Mónika színházon kívül szerepel nagyon sokat. Én is zenekarban énekelek, a Budapest Voices-ban helyettesítettem legutóbb Lajtaikat, itt van egy swing zenekarom, a Csipa és a Kis Amerika, úgyhogy mindannyian nagyon sok mindent csinálunk, és nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk a Vasúti Zeneiskolának. Csak is te látod nekem őrült álmaim, s nekem nincs jövőm, ha nem vagy itt, és szeret, mint ki ismer, s a felhők közt jár. Az iskola számos, az ország színpadjain valóságos sztárrá vált növendékkel büszkélkedhet. Détár Enikőtől kezdve Berecki Zoltánig nagyon sokan, Kálói Molnár Péter, Nagy Sanyi, sőt Kovács Adél, egy nagyon nagy büszkesége a stúdiónak, Kossuth Díjas volt növendék, aki most a Radnóti Színháznak az igazgatója. Gondolom az ő személyük mind-mind inspirálóan hat rátok is. Hát természetesen, nem hiába felvételiztünk ide, hiszen láttuk az eredményeket, és láttuk azt, hogy milyen híres és sikeres emberek kerültek ki innen. És nagyon-nagyon jó képzés van itt a stúdióban, rengeteg nagyon jó tanárral büszkélkedhetnek, például Kovács Brigitta, aki a hangképzés tanár, hát ugye Toldi Mária pedig a stúdió vezetője, de például színészmesterséget tanít Szabó P. Szilveszter, illetve Földes Tamás is. Zenekeleket énekeltünk a mai műsorban, most már nagyon szerencsések vagyunk, mert évek óta visszahívnak minket énekelni, minden évben más műsorral készülünk. Most a 70 éves is lehet szerelmes felkiáltással kértek tőlünk egy musical válogatást, így a legismertebb musicalekből énekeltünk részleteket. Nagyon-nagyon szeretjük, hiszen a musicalbe táncolni is kell, énekelni is kell, színészkedni, az egyik legnehezebb színpadi műfaj szerintem. Göbölös Krisztina szerint ma már könnyedén megbirkóznak a műfaj kihívásaival, köszönhetően annak is, hogy a Funk Fesztiválon is látott négyesük összeszokott csapatot alkot. Nagyon sokszor megyünk együtt fellépni, mind a Vasutas Zeneiskola által szervezett fellépése, mind saját formációkkal. Nekünk például Kádár Szabolcs Jánossal van egy abbasónk, ami nagyon nagy sikerrel megy most már 2 éve, és mindenfelé énekelünk most. Például ez itt a reklám helye, a Zsuan nevű helyen fogunk Budapesten csinálni március 4-én egy abbasót. Az abba nem véletlenül volt ennyire sikeres, és ismert, nagyon-nagyon jó dalokat írtak, nagyon jó szövegekkel és nagyon jó hang szereléssel, és nagyon különleges egyéniségek voltak, és ez tetszett meg bennük, és mindezt át tudtuk formálni a saját ízlésünkre és a saját világunkra. Új kiállítás nyílt a HSMK-ban. A kiskanizsai Kolonicsné Kovács Erzsébet olajfestményei a közeledő tavasz ígéretét hozták el február végén az Ősz András Galériába. Egy kiskanizsai amatőr festőművész, Kolonicsné Kovács Erzsébet alkotói világába engednek betekintést az újonnan kiállított tájképek és csendéletek. Amikor származásáról kérdezzük, Erzsébet büszkén mondja, kiskanizsai. Egész életét ott, a Principálison túlélte le, igaz a városrész 9 különböző utcájában is lakott. Erzsébet, ahogy annak idején édesapja, aktív tagja a kiskanizsaiak közösségének. Bizonyítja ezt, hogy kiállításának megnyitójára számtalan szomszéd és barát érkezett, még Amerikából is. Egyesült Államokban élünk férjemmel már 24 éve, több mint 24 éve, és a Erzsi néni, Kolonics né, a lánya a nagyon jó gyermekkori barátunk. Úgyhogy akárhányszor jövünk Kanizsára, mindig találkozunk vele, és ő említette a kiállítást, úgyhogy azért vagyunk itt a megnyitón.
gyönyörűek a festmények, gyönyörűek. Még soha nem láttam a képeit, de gyönyörűek. Nagyon régóta ismerem, tehát ott lakott a mi telephelyünkön, szomszédasszonyom volt, csak hát elköltözött már egy 10 éve onnan körülbelül, de nagyon jó ismerem a festményeit. Tehát régóta járunk a tárlataira, nagyon szépek a képek, most is ahogy itt körülnéztünk, nekem 4-5 tájkép is nagyon tetszik, nagyon szépek. A csendéletek közül meg a rózsák nagyon gyönyörűek, úgyhogy nagyon élethűek. Kovács Erzsébetről talán azt is tudják, hogy ő annak a Csikós Jancsinak a leánya, aki köztiszteletnek örvendő, megbecsült cipész és csizmadiamester volt egykor a kiskanizsai településen. Ügyeskező alkotóember, aki gyermekére örökül hagyta a kreativitást, a remek esztétikai érzéket és a művészet korlátlan szeretetét. Leányát mindig biztatta, tőle telhetően támogatta alkotó tevékenységében. Kiállítását az alkotó 55 évvel ezelőtt elhunyt édesapja emlékének ajánlja. Erre a tálalatra rengeteg csendéletet, és akkor most újabban olyan csendéletekkel foglalkozok, tehát ami nem hagyományos edénybe virág, hanem van olyan is, hogy külön nagyított árvácska például. És akkor van olyan is, hogy például a Melki apátság kertjében volt az a puttó, és akkor az is egy olyan, mint egy csendélet. Hát ilyeneket. Meg rengeteg olyan tájképet hoztam, ahol voltam. És azt megörökítettem, és akkor annak alapján festem meg a képeket. Például Lengyelország, Dunajecen vadvizevezés, akkor a Melki apátság, Lignano, akkor az Alpok, tehát ilyen képeket. Természet az, ami lenyűgözi, vagy inkább az építészeti értékek, mert most itt elsősorban inkább a természet, inkább a természet. Tehát igaz, hogy építőiparban dolgoztam 25 évig, de az nem. Az nem. Tehát maga az épületek, az olyan hidegnek tartom. Nem. Na jó, megcsinálom meg, de jobban szeretem a természetet. Milyen technikával, festékkel dolgozik? Csak olajfestékkel. Igaz, hogy tanultam ezt is, azt is, de csak az érdekel az olajfestészet. És kurpasztelt is készítettem, meg egy nap voltam egy sejem festészeten is, de csak addig tartott egy nap. Megismertem a technikát, már nem érdekelt. Fontosnak tartja, hogy képezze magát? Hát igen, elég sokat képeztem magamat. Most 74 éves vagyok, de még mindig akarok tanulni. Legszívesebben ilyen domborüveket készítenék, vagy szobrászat is érdekel. Erzsébetnek a nyugdíjas évek ellenére is dolgosan telnek a napjai. A festészetnek így is napi 2-2,5 órát szentel, főleg nyáron, amikor a fényviszonyok kedvezőbbek. Színjei Merse, az a kedvencem, és Korró, francia Korró, ez a kettő. És hogyha megnézik a kettő festészetét, nagyon hasonlít. Erre nem is gondoltam, utólag jöttem rá. Közös bennük, hogy tehát nem tiszta impressionisták, ugye egyik sem, hanem már kezdődik az impressionizmus elején, mind a kettőn. Azért szeretem, én különösen az orosz impressionistákat szeretem, de hát ezek meg ugye a magyar Színjei Merse, igaz, hogy az egyik legkedvesebb festő.
Ugye Munkácsi az igen nagy, de Szinyeimmel se is nagy. Kolonicsné Kovács Erzsébet alkotói hitvallása, hogy nem minden a tehetségen múlik, ugyanolyan fontos az élettapasztalat, a szorgalmas gyakorlás és a művészi alázat. Fák, virágok, állatok című kiállítását március 20-áig lehet megnézni. Az 1848-as és 49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó érdekes műtárgyakat mutat be a Keszthelyi járás iskoláiban a Balatoni Múzeum. Összesen 7 intézménybe jut el a vándorkiállítás, melyhez múzeumpedagógiai foglalkozások is tartoznak. Ezek során akár kézbe is vehetik a szabjákat, a kardokat és a lőfegyvereket a diákok. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából valósítják meg. Ehhez hasonló szabját viselt az oldalán a 48-49-es szabadságharcban BEM tábornok és Klapka György is. A katonatisztek után most a Balatoni Múzeum őrzi a nemes fegyvert. A Keszthelyi intézmény gazdag anyaggal rendelkezik a forradalom és szabadságharc hagyatékából, melyeket a járás 7 általános iskolájában mutatnak be egy vándorkiállításon. A múzeumnak a 48-as fegyverkészlete viszonylag jelentősnek mondható. Lőfegyverek is kerültek be, kovás puska, a pisztolyok közül főleg régebbi típusú kovás, de újabb csappantyús pisztolyokat mutatunk, utóbbiakat mutatjuk be, és szálfegyvereket, ezekből is egy sorozatot, különböző típusú szálfegyvereket mutatunk be. Egy szabját, melyhez hasonlót BEM József is használt, a szabja pengéjén levő vésetek is különleges fegyvergyári mintakönyvek alapján készültek, de van itt az ellenfél, a szerb és horvát csapatok arzenáljához tartozó jatagán is a készletünkben, és a népfelkelők fegyvertárához tartozó vas lándzsait, amit a falusi kovácsok készítettek a felkelőknek, a nemzetőröknek, akiknek nem jutott előírásos fegyver, és amikből egy készlet például az 1950-es évek elején Sármelléken került elő például. Ezekből is hozunk egyet. A fegyverek mellett eredeti Kossuth bankók is kerültek a vitrinekbe. A szabadságharc idején nyomtatott pénzeket 1849 után tilos volt birtokolni. Sokan a passzív ellenállás jeleként mégis otthon rejtegették a papírpénzt. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a tárlók berendezését, hamarosan testközelből is megismerhetik a tárgyakat, sőt akár kézbe is foghatják a fegyvereket. Mindez a Balatoni Múzeum sikeres pályázatának köszönhető, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 millió 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatással honorált a Gyere velünk Múzeumba című programban. Az összes járás, Keszthely járási óvodába utazó múzeumot valósítottunk meg, illetve a keszthelyi óvodásokat a Balatoni Múzeumba vártuk. Ez 66 foglalkozást jelentett 2016 őszén, és ennek a programnak a második fele az, hogy 17 tavaszán, első fél évében pedig az iskolásokat célozzuk meg az úgynevezett márciusi ifjak témával, amiben már korábban a múzeum már tartott helyi és utazó foglalkozásokat, de most arra gondoltunk, hogy egy nagyobb volument valósítunk meg. 7 darab járási általános iskolába utazik a múzeum, ahol 2 vitrinnel 48-as tárgyakat mutatunk be, és ehhez kapcsolódó foglalkozásokat tartunk az iskolákban 7-szer egy héten át. Az iskolák nagy örömmel fogadták a lehetőséget, nagyon hasznosnak tartják a diákok szempontjából a programot. Ők aztán végképp a monitorokon, a tévében látnak nagyon sok mindent, és egészen más világ, amikor kézbe vehetik ezeket a tárgyakat, és ott a szemük előtt vannak ezek a kísérleti eszközök, ezek az eszközök, ezek a történelmi relikviák. Cserszeg Tomaj után Alsópáhok, Zalapáti, Sármellék, Zalavár, Zalaszántó és Zalacsány összes iskolása részesül a programban. Az intézményekben összesen 39 foglalkozást tartanak június végéig.
Mai magazinunk végére értünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket jövő kedden is, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.